Én 1987-ben végeztem. Meghatározó évek ezek. Bármikor, hogyha visszajövök, akkor mintha most lett volna. Géptamból, általános géptamból is annál a professzornál voltam, akinél édesapám vizsgázott, és az volt a szívbe markoló érzés, amikor megkérdezte tőlem, hogy a Szilárdhoz milyen közöd van, és akkor mondtam, hogy az édesapám is azt mondta, hogy még őt is tanítottam, és akkor leesett az állam, hogy azért itt 30 év különbségről van szó, és a történelem minden itt van köztünk a falak között. Azok a kapcsolatok, azok a szokások, amiket Selmecről áthoztunk, azok a diákéveinknek a végeztével nem fognak véget érni, és ez örökké fog minket kísérni egészen a sírig. Azoknak ajánlanám, akik szeretnének, hát szabadok, függetlenek, akár földönfutók is lenni, ez a pálya, maga az erdő, a jószág, amivel mi foglalkozunk, az mindig a tartamosságot ígéri, az örökké valóságot. Széchenyi 2020. Készült a Soproni Egyetem megbízásából.